mai nappal megkezdődött a felkészülés a Nyíregyháza Spartakusz számára. Ráhangoló edzés? Így van, az egész hét ebben a jegyben telik. Igazából az első héten a többnyire a fiatalokat nézzük, akik visszatértek kölcsönből, gondolok itt a Csernák Martinra, Szegedi Bencére, ott van egy próbajátékosunk, a Sárközi Norbi, őket vizslatjuk az első héten, és a második héten várhatóak már komolyabb érkezők. Van még néhány hiányzó, ők csütörtökön csatlakoznak? Így van, csütörtökön érkezik a csapathoz a Jova Levente, a Fodor Feri és a Pekár Laci. Ők azért abba a kategóriába tartoznak, akik a majdnem a legtöbb mérkőzést játszották, sőt a legtöbb mérkőzést játszották a keretben, így nekik még engedélyeztünk pár nap szabadságot. És hát van még néhány fiatal is, ők az U19-es csapatban vannak itt. Maradnak végig a felkészülés során? Így van, azt gondolom, hogy ez a 7-8 fiatal, aki most jelenleg a keretünkben van, ők azok, akikkel a felkészülés során számolunk, illetve akikre majd bízom benne a jövő csapatát építjük Nyíregyházán. És hát alakul a felkészülési menetet már az ellenfeleket illetően, is szándékos volt, hogy itt főként NB1-es csapatokkal játszik majd a csapat? Igen, azt gondolom, ha azokat az elemeket, amiket szeretnénk viszont látni a csapat játékában, egy ilyen komoly ellenfelek ellen is meg tudjuk valósítani, illetve stabilan tudunk védekezni, akkor az elvárható lesz majd az NB2-es mezőnyben is. Hogyan tovább? Akkor jövő héttől indul majd a nagyobb terhelés? Így van, ugye egy rávezető hetünk van ezen a héten, és szépen fokozatosan emeljük a terhelést a következő hetekben, hogy aztán az utolsó héten egy kicsit frissítjük a csapatot, és a startra jó állapotba kerüljenek. És hát gondolom érkeznek még játékosok, hogy álltok a tárgyalásokkal? Folynak folyamatosan, mai napon is volt, bízom benne, hogy a jövő hét elején több érkezőt is be tudunk már jelenteni.